Köszöntöm magazinunk nézőit! A most következő percekben a Zichy Géza Zeneiskola farsangi hangversenyét tekinthetik meg, ahol különlegesebbnél különlegesebb produkciók kerültek színpadra. Jó szórakozást kívánunk! Thank you.
Hát nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. A Dicsi Géza Zeneiskola, maradjunk ennél a terminusnál, ezévi Falsangjáló versenyén. Ugye februárban megbojtulnak az emberek, már elegünk van a télből, és mindenütt beindulnak a Falsangi mulatságok rendezvények. Bizony ez végig terjed az egész országon, városon, és bekúszik a zeneiskola falai közé is. Ilyenkor elkezdünk agyament műsorszámokon gondolkodni, amit aztán rendszerint meg is szoktunk csinálni, és ilyenkor bemutatjuk. Hát ez a Falsang szelleme szerintem meg fog jelenni itt még a ma este folyamán. Most egyelőre, amit teszetek látni, ez a zenekaronknak a nyitószáma volt, illetve a Tamár együttes, akit még fogunk majd látni az est folyamán. Hát amíg pakolnak, addig elmondanám a következő gondolatomat, mert mondanám, hogy mi lesz a következő szám. Hogy a második szám, ami most jön, tehát az egyéni műsorszámok közül, miért most lesz ez a második, akkor a zenekar az első, tehát egy kicsit zavaros, hogy ezt megvilágítsam, ezt a problémát, elmondanék egy viccet. A mérges kismalac sétál az erdőbe. Arra megy az erdei jó tündér, meglátja, jaj, hát szegény, mindig olyan mérges ez a malac, hát valami jó tentőre tegíteni. Oda megy hozzá és megszólítja. Hallod-e, mérges kismalac? Teljesítem most két kívánságot. Jó kedvemet találtál, legyen két kívánságod. Miért kettő? Nekem három jár, legyen három! Na jó, nem bánom, legyen három. Akkor mi a második? Hát lehet, hogy még egy kicsit fáradtak vagyunk. Tehát az én gondom az előbb ez volt, hogy ez most akkor a második szám lesz, ami most következik. Vagy az első, hát az előbbiek alapján tessen ezt szívesen akkor eldönteni, hogy milyen beosztást adjon neki. A lényeg az, hogy a nyitó számunk után, tehát következik a gitárosok csapata. Gitárosok mindig nagyon sokan vannak, Falkában járnak, honnan lehet őket megismerni, és nagyon sokáig szoktak pakolni, mint ahogy most is látjuk, de megéri, mert most egy egészen különleges produkcióval rukkoltak elő. Azt mondom, hogy kalózok. Mi jut eszünkbe? Kalózok. Senki nem néz mozi, tévé. Kari tenger, kalózai. Így van. Hát majdnem a Kari-tenger kalózaival fog most találkozni. Aki így tippelt, nagyon nem tippelt rosszul, de most nem a Kari-tenger kalózai következnek, hanem a Húr-tenger kalózai. Ugye, ha gitárosokról van szó, akkor ez mindjárt érthetővé válik. Tehát következnek a Húr-tenger kalózai, és egy nagyon érdekes és illusztris történettel fognak bennünket meglepni.
Schumacher kalózai, avagy Jobrek kapitány története. Giuseppe Nobile, jó nevű gazdag nemes emberként volt ismeretes szerte Itáliában. Barátjával, Signore Johnnával, birtokuk vezetése mellett gyakran adta gitárkoncerteket, a közönség nagy megelégedésére. Történt azonban egy átmulatott éjszaka során, a Signore Nobile elkártyázta minden magyarát. Oda lett a szép birtoka, háza, állatai, még a varázslatos hangú gitárja is. Földönfutóvá vált. A szégyentől elmenekülve Angliába utazott, ahol beállt kalóznak, és felvette a Joe Black nevet. Járta a messzi tengereket, egzotikus tájakat, sok csatában és sok hajó kizsákmányolásában részt vett. Miután jól kitanulta a mesterségét, portfólióját összeállította, és az illetékes bizottsághoz benyújtotta. Ez tartalmazott számos nyelvvizsgát, amely bizonyította, hogy az akkori világ minden nagy nemzetének nyelvén udvariasan el tudja kérni bárki pénzes erszényét, és minden vagyonát az illető illetéért cserébe. A tanúsítványokat, amelyek bizonyítják, hogy a legmagasabb szinten elsajátította a rablás, fosztogatás, a csalás és a garázdaság minden csínyát bűnját. Mivel képzettsége ilyen magas szintű volt, a legjobb kalózhajó kapitányának léptették elő. Így most már Jobel kapitány vezetése alatt zajlott ez a fáradtságos és nehéz kalóz munka. A legénység nagyon kedvelte, jó szívű, erős kezű vezető lett. Mindig példát mutatott. Bátran járt elől a harcokban is. Az alábbi történetben meg is örökítették bátorságát az utókor számára. Az egyik csata során történt, hogy szólt a kapitány az első tiszthez. Hozzatok nekem egy üveg rumot és a piros inkemet. A csata után kérdezte is a tiszt, hogy miért volt erre szükség, mire a kapitány csak így felelt. A rumtól bátrabb leszek, és a piros ink pedig azért kell, hogyha vérzek, hogy ne lássátok, és ti is bátrabb maradjatok. Ez más ütközetek során is így történt. Egy nap azonban óriási túlerővel kellett szembenézniük, amikor a kapitány így szólt. Hozzatok nekem három üveg rumot, és a barna nadrágomat. Teltek az évek, gyűlt a zsákmány. Történt azonban egy napon, hogy óriási viharba keveredtek, és a kapitányt az orkán erejű szél elsodort a hajójától távol, egy lakatlan szigetre. Nagyon magányos lett. Ideje nagy részét az élelemszerzést tette ki, de a többi időben csak üldögélt, és egyik oldaláról a másikra fordult. Egy szép napon azonban felderengtek neki azok az idők, amikor még Signore Johnnával járták Itália tájait és gazdag városait gitárral a kézben. Így hát elhatározta, hogy kókuszdióból, pálmaágból, teknős páncélból és kagylóhéjból gitárt épít magának. A hangszer nagyon jól sikerült. Hát meg is komponálta balladáját. A balladát, amelyben a régi szép időkre emlékezett, amikor még a csodás tengereken hatalmas vitorlásával a habokat szeltek, és békés hajókat megtámadva ártatlan embereket rabolt és fosztott ki. Kiontotta vérüket, olykor utolsó falacsokon lennéjüket is elvette. Teltek a napok, a hónapok,
az évek. Egyszer aztán egy ismerős eltűnt fel a láthatáron. A kalózok halálfejes lobogója, amely egy hajón lengedezett. A hatalmas vitorlás egyenesen Joe Black kapitány szigete felé tartott. Amint közelebb ért, hát kiderült, hogy a régió hűséges legénység érkezett meg a fenséges fekete gyöngy hátán utazva. Nagy öröm újongás tört ki, és hatalmas ünnepért kezdtek. Folyt a rum, a vigasság, a tánc, az ének. Egyből neki kezdtek kedvenc daluknak. Annyira frappáns, hogy tényleg az ember nem győz betelni vele. Egyben a gyerekek meseigényét is kielégítettek, úgy gondolom, mert egy komplex esti mesét is hallhattak akkor a gyerekek. Azért még nem menjetek el lefeküdni, hanem hallgassuk meg a többi műsorszámot is. Amit a Clarinet Quintet fog előadni, az is egy hasonló tevékenység valamennyire, mint a kalózkodás, csak ott nem az emberekre vadásznak, hanem hát az állatokra. Vagyis a vadászat fog most következni, méghozzá ugye a farsangi szellemnek megfelelően bűvös módon. Tehát egy bűvös vadászat fog következni.
Azt hiszem, ez a nyuszi most megúszta. Ki tudja megmondani, hogy mi volt ebben a vadászatban a bűnös? Keresztkérdés. Hát az, hogy Weber bűvös vadászában volt egy része. Ez volt a vadászkórus. És ebben vadásztak is. Hát nyuszi vadászatban szalad. És akkor megyünk tovább. A másik nagycsoportú együttes következik, akik egy ír zenét fognak bemutatni. Na most, ha ír zene, meg ír tánc, akkor kire asszociálunk? Egy pár éve sokat ment még a tévébe is, de interneten aztán most is meg kell keresni. Hát ugye a Michael Flatley és a híres tánccsapat még Debrecenben is voltak, ugye már ő nélkül, mert ő már nem táncol, de bizony Debrecenben is előfordult a táncos csapatuk, úgyhogy hát most nem garantálom a táncot, de mindesetre ír zene az biztos, hogy lesz.
hát ez tényleg fantasztikus volt. Aztán, hogy ez a tánc minden elemében ilyen specifikus volt, különösen az elején, ezt nem tudom, de a vége már abszolút autentikusnak bizonyul. Ami most következik, az is egy kuriózum lesz. Ugye beszéltem arról, hogy a farsang szellem hogy terjeng itt a városba, és a zenéskola fajok között bekúszott, óvatlanul. A citálásoknál Edith néni különös jelenségre lett figyelmes. A gyerekek elkezdtek egy bizonyos mozgást csinálni, és nem lehetett őket leállítani. Ugye hát a farsang szellemet. Úgyhogy elhatározták, hogy akkor ezt megmutatják. Be kell mutatni, mese nincs. A gyerekekben annyira tombolt ez a vágy, ez a feszültség, hogy kénytelenek voltak ezzel megjelenni most. Neves esemény lesz ez a mostani, ugyanis most fogjuk látni elsőként Magyarországon az első heavy metal citera zenekar. Hogy milyen lesz, mindjárt meglátjuk. Igen, még nem biztos, hogy heavy, meg pláne nem biztos, hogy metal volt, de valami olyasmi. És akkor most egy nagyon neves, messziről jött, viszont nagyon híres művészt jelenthetek be. Nagy megtiszteltetés a számunkra, hogy egy ilyen nagymúltú, kiváló zenész a mai műsorban szerepelhet. Csak egy aprócska gondolt vele, amikor beszéltünk a műsorról, akkor a tanár úr azt mondta, hogy ő Chopinnél alább nem hajlandó menni. Hát mondtam, hogy farsang, hogy hangverseny, de ő korrekt zenészként azt mondta, hogy csak így tudja elvállalni, hogyha Chopint játszhat. Úgyhogy most következik Chopin cisznol keringő. Thank you.
hivatástól átítatva, vagy befolyásolva. Hirtelen döntöttem a Cisma keringő kapcsán, és mégis inkább egy ragtime-ot játszottam el, a Scott Joplin heli szingópákat önöknek. Bátorkodta vesztem. Köszönöm szépen. Igen, hát erről beszéltem, a farsan szellem ugye nem hagyta a tanárodat, hogy sokan játszom, inkább így a dalról váltott, ami annál is inkább érdekes, hogy tudta eljátszani a Chopin kottából a Joplin ragtime-ot. Na, ezt inkább hagyjuk. Most pedig az énekesek műsorszáma következik. Ez mindig nagyon érdekes szokott lenni, az énekesek mindig előbukolnak. Yeah, good job.
bepillantottunk az 50 év múlva esedékes farsámba, körülbelül így fognak majd akkor táncolni az énekeseim. Remélem, hogy énekelni is ugyanígy fog majd, aki énekel. Egy szolgálati közleményt tessék megengedni, mert az utolsó előtti számot rekonferálom. Ugye a hangverseny után lesz a jelmezverseny. Akik készültek rá, azokat kérem, hogy tegyék magukat rendbe, mert ahogy lemegy az utolsó szám, rögtön utána megtartjuk a jelmezversenyt, úgyhogy meg gyülekezzenek hátul, arra kérem őket, és akkor majd felsorakozunk, és az avatos zsűri majd megszakérti őket, és a három helyezést fogunk majd kihoztani. A most következő számról őszintén szóval semmit nem tudok. Csak azt tudom, hogy következik a Nazi Vid Quintet. És akkor elérkeztünk műsorom utolsó számához. Ahogy említettem, a tanári kar ugye még egyszer szándékozik szerepelni, csak sajnos bajban voltunk, ugyanis annyi a rossz hangszerünk, hogy el kellett vinni javítatni. Csak sajnos a javításra szánt pénz még nem érkezett meg. Úgyhogy a hangszerek ott vannak a hangszerésznél, és mi pedig itt álltunk tehetetlenül, és nem tudtuk, hogy hogy fogjuk megoldani a farsangi szereplésünket. Végül egy rendkívül hatékony, energiatakarékos megoldást találtunk, amelyet most ugye megtetszenek tekinteni.
Hát így néz ki az anyagtakarékos hangverseny, csak nehogy elharapózzon a jövőben. Köszönjük szépen akkor, hogy ezzel végig hallgatták a hangversenyünket, és következik a jelmezverseny. Palóci Imre vagyok, és Attila bácsi segédjének öltöztem be. Jövök már! Köszönjük szépen, zseniális, állj oda, légy szíves! Ki a következő? Én vagyok Szabó Zsófia Dóra, és én Macinak öltöztem. Gyönyörű, aranyos Maci vagy. Gratulálok, menjél oda te is. Állj előre, légy fogálja, sarokra. Imi, előre állj. Ki a következő? Pálóci Katalin vagyok, és zenehercegnőnek öltöztem be. Azt a minden, zenehercegnő, fordulj egyet, légy szíves. Gratulálok, állj be sorba. Nem mondok semmit. Pálóci Borbála vagyok, és tornásznak öltöztem be. Ez pedig serpának. Köszönöm szépen, tornász öltöztem, azért nem mondtam semmit, mert szoktam látni őket, úgy tudom, mindig ilyeneket csinálnak. Fantasztikus ügyesek. Gratulálok. Szatmári Szabó Sándor rendőrnek öltöztem. Jézusom, meg se ismerem Sanyikát. Nagyon ügyes vagy, gratulálom. Maklaga Róbert Marcell és Steve-re öltöztem. Azt a mindenit, fantasztikus. Egy kicsit kocka a fej, de nagyon jó. Doros Sarolta vagyok és Fejőlánynak öltöztem. Fejőlány, és hol a tehen? Nem hoztál tehen, jó? Jó, gyerekek, így álltok fél körül, hogy mindenki látszódjon. Egy kicsit álljatok előre. Ki ez az apróság? Zoro Dénes vagyok. És minek öltöztél? Pókember. Pókember! Na, akkor suhány át itt a színpadon, és állj dolga, légy szíves. Török Péter vagyok, és asszonynak öltöztem. Azt hittem, hogy kislány vagy. De jó ez a jelmet. Gratulálom. Búvárra költöztem. Búvár! Nem is gondoltuk volna. Nagyon jó. Fantasztikus. Mi ez a kupac? Vitéz Dóra vagyok, és szőlőnek költöztem. Szőlőnek? Egy falatot? Nem. Pedig Guszta? Török Lóra vagyok, és majomnak költöztem. Majomnak. Fantasztikus. Gratulálok. Nasi Ivett vagyok, és én tündérnek költöztem. Tündér. Hát ez valóban egy tündéri ruha. Gyönyörű. Ráfolt Zsáldá vagyok, és hercegnőnek öltöztem be. Hercegnő. Piros hercegnő. Gyönyörű. Gyönyörű. Kovács Bográrka vagyok, és hastáncosnak öltöztem. Fantasztikus, nagyon szép. És egy hastáncot nem lejtesz nekünk? Hú, de jó lett volna pedig. Együtt vagytok? Igen. Hóban látnák a lábom nyomát. Én vagyok Szabó Bográrka. A déli sarkon járnánk. Én vagyok a szarvasárka. Én vagyok a szarvasárka. Én vagyok a szarvasárka. Én vagyok a szarvasárka. Most tudom, halat. Halat? Jaj. De már nem péter van, hogy halat együtt, nem dől. Köszönjük szépen, nagyon önfegyesek vagytok. Álljatok ide. Klát Gyorgya és hercegnőnek öltöztem. Hercegnőt. Azt hiszem, hogy túltermelési válságba kerültünk hercegnőkből, de nem baj, mert aranyosak és csinosak. Együtt vagytok? Jakab Petra vagyok és Rokanyának öltöztem. Jeges Viktor és én vagyok Petra Andrája. Nagyon jó. A családi állapotok is úgy látom, hogy szaporodnak. Nagy Regina vagyok, és Kalóznak öltöztem. Mi megjelentem? Mi nem is láttunk ebben a szerelésben. Gratulálom, nagyon jó kis kalózai. Úristen, majdnem más kérdeztem. Bála Fruzsina vagyok, és Pokornak öltöztem. Pokor! Gratulálok. Ez igen. Hát kérjünk szépen egy tapsot, akkor remélem mindenki jól látszik. Arra kérnek benneteket,
hogy amikor lejöttök a színpadról, akkor úgy értek, hogy a számotokat tartsátok magatok el, hogy a zsűri is jól megnézhesse, meg a számotokat beazonosítja. Nem kell nagyon sietni, jó? Szépen lassan akkor gyertek le, és még egyszer mutassátok meg magatokat, ne siessetek egyenként szépen. Jó? És akkor üljenek le a gyerekek, vagy álljanak itt sorba, ez a kérdés. Hogy? Álljatok be most arról sorba, jó? De gyerekek, nem látszolnak, nagyon gyorsan jöttök, egy kicsit lassabban kéne jönni, hogy a zsűri jól meg tudjon nézni a számot, mutattátok? Szerintem már ennyien is megérte a jelmezesemnek beöltözni. És akkor, amíg a zsűri tanácskozik, bemutatnám a tagjait. Nem tudom, hogy van-e választott zsűri elnök, akkor csak így ülésemben mutatnám be őket. Az első zsűri tagunk dr. Mátyás Simon Mária, az iskolánk tanára. Szalai Éva iskola titkárunk, és Kovács Zsuzsa doktornő a szülők képviseletében. Ők hárman fogják eldönteni, hogy melyik az a három produkció, amely a leginkább tetszett nekik, és az első, második, harmadik helyet meg fogják kapni. Rövid, feszült várakozás következik. Én legalábbis nagyon feszült vagyok. Egyébként gratulálok, mert nagyon szellemes jelmezeket készítettetek, meg szépeket is. Úgyhogy én is kíváncsi vagyok, hogy a zsűri milyen ítéletet fog hozni. De biztos, hogy a három már több nagyon jó jelmez is volt. Sajnos ez így működik ez a verseny, hogy három helyezést lehet kiosztani. Úgyhogy aki véletlenül nem fog most nyerni, az, hogyha visszanézi majd a farsangi felvételeket, az elégedett lehet majd magával, hogy ő is itt volt, és ő is nagyon jó jelmezben volt, csak hát esetleg a zsűri mást talált még náluk is egy fokkal jobbnak, vagy érdekesebbnek. De nekem nagyon tetszenek ezek a jelmezek. Zsuzsi nagy munkában van, nem is akarnám zavarni őket. Kész? Készen van. Hát meg is született az eredmény. Nem is tudom, hogy honnan kezdjem. Kezdhetem a külön díjasokkal? Két külön díjat ítélt meg a zsűri. Én mondtam, hogy nagyon sok jó produkció van. Az egyik külön díjasunk a 10-es Búvár lesz. Gratulálunk! Gyere Búvár! És betárt a jutalmadat. A másik pedig a sok-sok-sok hercegnő közül a hármas hercegnő. Másik külön díjasunk. Hármas hercegnő? Itt van a hármas hercegnő. Na, gratulálunk! És akkor a három helyezés a következőképpen alakult. Harmadik lett a 6-os számú kockafiú. Kockafejű kockafiú. Nagyon jó. Második helyezett, jó, de izgalmas. A bokor lett.
Nagyon szép, nagyon ötletes lehet. És az első helyezett, a legfinomabb jelmez, a szőlő 11-es. Nagyon ötletes, szép életfürtű szőlő. Hát ennyi volt akkor a mai jelmezversenyünk. Gratulálok mindenkinek, az elején elmondtam. Aki nem kapott, ugye hárman kaphattak, a többiek is nagyon ötletesek voltak, nagyon szépen beöltöztek. Nagyon aranyosak voltatok, gratulálok mindenkinek. Megköszönöm akkor a közönségnek is még egyszer a jelenlétet, a felkészítést is, a gyerekeknek is, a szülőknek is. És akkor már csak egy tisztem van, hogy ma estére nagyon jó pihenést kívánjak, és jövőre ismét megpróbáljuk ezt a farsang szellemét életre kelteni. Kezét csókolom, jó estét kívánok, viszontlátásra! Köszönjük figyelmüket! További kellemes pihenést, viszontlátásra!